Szeretettel köszöntök mindenkit, itt vagyunk Tiszaföldváron, és itt áll mellettem Szabó Bettina, a Mi Hazánk Mozgalom helyi elnöke. Itt pedig mögöttem az a kávézó söröző, amely a Legenda címet, nevet viseli, és lassan tényleg legendássá válik. Jellemző, hogy amikor az ember kisvállalkozó, akkor folyamatosan zaklatják a hatóságok, azok a hatóságok, akik egyébként nem veszik észre a bűnözőket, akiknek ott állnak a luxusautóik a házaik előtt. Nektek is volt ilyen tapasztalatotok, azt mesélted nekem. Igen, igen. Hát ugye júliusban volt, hogy 2 éve nyitottunk, már 9 ellenőrzésen. Ez egy elég kemény környéken vagyunk, igen. Egyébként itt többnyire kisebbségiek, igen. Itt ezen a részen már többségiek, igen. Akik laknak. Igen. Itt ehhez képest azért igen komoly nemzeti szimbólumokat lehet itt hátam mögött látni. Szóval 9. Hogyan fogadtak? A helyi lakosokról majd később beszélünk, igen. De hogyan fogadott mondjuk a NAV vagy a hatóságok? Hát nem szerettek. Tehát 9 ellenőrzésünk volt, most ahogy megjelent a cikk. 9 ellenőrzés? 9, 2 év igen. Alatt. Ahogy megjelent a cikk, ugye szerdai csütörtöki napon az a cikk, körülbelül, amiben fölhívtad a figyelmet a Tiszaföldvár életét tönkretevő drogdílerekre, bűnbandákra. Igen. Utána következő héten hétfőn már a Nébiktől jöttek ki, mondták, hogy bejelentésre érkeztek. Uh-huh. Pénteken jelentett valaki be valaki. Igen. Tehát folyamatosan a NAV, igen. Zaklat benneteket. A VAM. A VAM. Igen. Igen. Nébik. Nébik. Uh-huh. Így telnek a igen. napjaitok. Igen. És eközben pedig az előbb is itt láttunk egy bűnözőt, éppen egy jó menő autóval, és igen. nagyon szép házát is láttuk. Igen. Velük nem foglalkoznak? Nem. Ilyen lelkesen? Nem. Na ez a baj. Néhány héttel ezelőtt adtál egy interjút az Eleminek, és ebben az interjúban beszéltél arról a kifejezetten etnikai alapon szerveződő drogbandáról, bűnözői körről, akik megkeserítik itt az életeteket. És úgy tudom, hogy az interjú után, amiben beszéltél erről a drogdíler bandáról, illetve még arról is meséltél, hogy olyan állapotok vannak itt a környéken, hogy a szomszéd Bernát hegyi kutyáját is megette egy félőrült ember, és ezek után téged különböző fenyegetések értek, egészen konkrétan mi történt? Hát igazából, ahogy megjelent a cikk, utána bejött ide az egyik fődíler, utána neki a felesége, tehát folyamatosak voltak azok, hogy ide bejárkáltak, bizonygatták azt, hogy megszüntették az eljárást ellenük, utána... Ennek volt ilyen fenyegető jellege? Ennek igazából a pultosom ijedt meg tőlük, mert azt hitték, hogy ő bett, és ki akarták hívni beszélgetni. Csak utána valószínűleg fotóval... Lehet, hogy azért akarták hívni beszélgetni, mert ahogy láttam, mindenhol kamera van itt a sörözőben. Hát a most sörözőben. Már, akkor még csak egy volt. Mm. És akkor most már tettünk kintre is. És akkor hogy ért véget? Mi történt aztán? Ekkor még annyira nem is foglalkoztunk az egésszel, mert ugye nem történt igazából semmi olyan. Volt a kutyavő, ő megjelent itt. Pultosan megjelent. Tehát megjelent itt, aki megette így a Bernát hegyi kutyát. Igen, igen. Egy kisebbségi, lassan többség itt a településen. Igen, igen. És igen. Ő mit csinált? Ő felhívott engem azon a napon, nem tudom, hogy szerezte meg a számom, lehet a pultos adta meg, fogalmam sincs. Felhívott engem 12-ször körülbelül. 12-szer? 12-ször. Mm. Az már egyértelmű zaklatás. Igen. És miket mondott? Hát, hogy megöl, ki fog csinálni, miért csináltam ezt vele. Az egész családja nem beszél vele, mert megette a kutyákat. És ezt többen hallották is, kihangosítottam, ugye itt voltak a vásárhelyi klánból, éppen heten. Betyársereg. Betyárseregesek, igen. Ezt hallották ők is. Először olyan vicces volt az egész, de annyira nem volt vicces már a 12. hívásnál. Másnap délelőtt folytatta, még akkor 3-szor felhívott. Ezután megtettem ugye a feljelentést. Pénteki napon kihallgattak, és mondták, hogy majd hétfőn vigyem be a bizonyítékokat, hogy itt voltak, a hívásrögzítés, minden. Hétfőn 12:30 körülbelül átküldtem e-mailben az összeset, mint volt párom vitte be. Azt mondták, hogy megszüntetik az eljárást, de közben jött nekem egy üzenet Szolnokról, unokatesóm írta, hogy azt hallotta Szolnokról, hogy rám fogják gyújtani a kávézót, és meg fognak ölni. Ezek igen, a bűnözők? Igen. De mondta, hogy nem fogja elmondani, hogy ki mondta, nem akar belekeveredni.
Ezt is ugye jelentettem a rendőröknek, azt mondták, hogy hát ezt nem tudták, ezt sem kideríteni, hogy ki volt. A rendőrség ezzel sem foglalkozott. Nem, ezzel gyakorlatilag sem. Most itt tartunk, hogy igen, lezárták a nyomozást. Igen. Teljesen egyértelműen zaklatást követette, igen, ha más nem, akkor az, aki megette a Bernát egyik kutyát. 12-szer, 15-szer, 16-szor fölhív, igen, és ráadásul még fenyegető mondatok is elhangoznak, akkor az nyilvánvalóan zaklatás. Ennek ellenére lezárja az itteni, igen, rendőrös ezt az ügyet, ez felettébb gyanús. De egyébként ennek a bűnbandának a tagjai továbbra is szabadon garázdálkodnak? Persze. Folyik az üzelmük? Igen. A településen? Igen. Tehát szoktad őket látni? Ők szoktak téged látni? Azért, igen, ez nem olyan nagy város, 12 ezer lakos, igen, van. És akkor mi történik, hogyha találkozol velük? Hát vagy én nem igazán mozdulok ki. Nem mozdulsz innen ki? Félsz tőlük? Igen. És egyébként nekem azt is említett, hogy bekiabálnak neked néha, igen, autókból. Autóból, kerékpárral, hogyha itt mennek, de ők ezek tehát inkább a herbálosok, tehát a nagy dílerek. Tudják rólad, hogy mondom, igen, hogy ki vagy. És ezek ilyen sértő beszólogatások, hát vagy fenyegető? Pusztuljon el a legenda, rohagy meg. Pusztuljon el a legenda a neve, ugye a kávézónak. Igen. Pusztuljon el, igen, rohagy akkor, meg. Hát meg valami már nem szalonképes. Igen, azt ebben a videóban nem tudjuk, igen, elmondani. Igen. Uh-huh. Jó. No, tehát akkor a rendőrség eddig nem védett meg téged. Nem. Kik voltak, akik megvédtek és hogyan? Én úgy tudom, hogy itt volt 70-80-90 betyár is a hétvégén. Ők folyamatosan figyelnek rád? Folyamatosan. Már amikor megérkezett az első fenyegetés, már akkor jöttek, főként ugye péntek-szombati napokon, amikor hosszabb nyitvatartás volt, tehát mindig volt itt valaki. Itt voltak a betyársereg tagjai? Itt voltak, itt ültek, igen. Uh-huh. És most hétvégén pedig névnapot tartottatok, igen, ugye, igen, hivatalosan nem is lehet demonstrálni, igen, tehát nyilván ez nem egy demonstráció volt, de itt voltak közel, igen, százan betyársereg tagok. Igen. Uh-huh. Akkor kimondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen most a betyársereg az egyetlen szerveződés, ami védelmet nyújt neked, igen, a rendőrség helyett. Igen. Itt vagyok Kunszentmárton városában, Tiszaföldvár ugyanis járásilag, hogyha jól tudom, akkor Kunszentmártonhoz tartozik, és itt áll mellettem Venner Várkonyi Attila, Kunszentmárton város polgármestere. Szervusz! Szervusz, üdvözlök, polgármester úr! Mi már találkoztunk, ugyanis az a rendkívül érdekes helyzet, hogy polgármester úr tagja a betyárseregnek, és ahogy az előbb mondtam, betyársereg tagok védték ezt a kávézót sörözőt Tiszaföldváron, és kérem ezért Kunszentmárton polgármesterét is, hogy segítsen, figyelje, kövesse nyomon azt a történetet, ami Tiszaföldváron zajlik, mint járás központ itt van a rendőrkapitányság is, úgyhogy ezért jöttem ide Kunszentmártonba. Eljöttem ide Kunszentmárton város rendőrkapitányságához, ugyanis kapitány úrral fogok találkozni, és megkérdezem, hogy miért nem védték meg Szabó Bettinát, illetve miért szüntették meg a nyomozást abban az ügyben, amiben ő feljelentést tett. No, hát körülbelül egy órát tárgyaltunk rendőrkapitány úrral, de nem igazán jutottunk közelebb a megoldáshoz. Kapitány úr szerint nem történt zaklatás, illetve szerinte kábítószer bűnözés sincs a településen, Tiszaföldváron, hiszen ezek nem klasszikus drogok, hanem ezeket a mindenféle mérgekből össze kutyult ilyen pszichoaktív és egyéb drogokat árulják, vagy lehet ezekhez hozzájutni Tiszaföldváron. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül azért itt még nagyon komoly teendő van, egyenlőre maradnak a betyárok.